A koronavírus járvány elleni védekezés nagy káló lehetőségeit is behatárolta 2020-ban. A város az első hullám során még sikeresen védekezett, ősszel azonban már az oktatási és szociális intézményekben is nagy számban mutattak ki pozitív eseteket. Az önkormányzat igyekezett segítséget nyújtani ezeknek az épületeknek a takarításban, az elmúlt hetekben pedig minimalizálták a találkozásokat a közfeladatot ellátó egységekben. Általánosságban elmondhatom, hogy a tavasz mi viszonylag sikeresen zártuk település szinten, önkormányzati szinten is, de sajnos az őszed már rajtunk is kifogott, és már most azért a városban is több haláleset is betudható a járványnak, illetve már megjelente az intézményeinkben is, úgyhogy most már folyamatos problémát jelent, és napi szinten kell terelgetnünk ezt a védekezést. A fejlesztések területén sem állt le ugyanakkor az élet. Nagykáló életében idén az inkubátorház megépítése volt a legjelentősebb beruházás, ami mintegy 650 millió forintos Európai Uniós támogatásból készült el. A több mint 1500 négyzetméter alapterületen fekvő, műhelyként és irodaházként is funkcionáló épület új évtől több helyi vállalkozás otthonául szolgál. A Nyíregyházi Egyházmegye fenntartásában lévő Korányi Frigyes gimnázium épülete új szigetelést, valamint nyílászárókat kap, továbbá energetikai felújítást is végeznek a szakemberek. A városban emellett hamarosan egy 3 csoportszobás bölcsőde építése is megkezdődhet, illetve új művelődési házat is kaphat a település. A nagy beruházásunk a sikeresen lezajlott, ott a határidők minden tekintetben tarthatóak voltak. Itt a saját kis munkáinkban nehezedett meg az életünk, abban vannak hiányosságaink itt az ezévre tervezett kisebb munkákban, de ennek mondjuk elsősorban anyagi korlátai lettek itt, ugye gazdaságilag is egy nehéz év van mögöttünk. Hál' Istennek elmondhatjuk, hogy emellett a sok rossz mellett azért történt velünk jó is, nyert a bölcsödés pályázatunk, illetve a művelődési ház elbontásra került, kiíródott egy tervpályázat, és ennek fejében valószínűleg itt a jövő év elejét a tervezés és a tényleg számunkra tökéletes terv megalkotása lesz az elsődleges, és ezt követően pedig ugye közbeszerzés is akár a jövő ősszel talán, vagy elkezdhet majd ennek is a kivitelezése. A polgármester hozzátette, az önkormányzat a jövő évben elsődlegesen a meglévő ingatlan állományát szeretné továbbfejleszteni, ennek köszönhetően bővülhet a helyben elérhető szolgáltatások száma. Komoly terveket ugyanakkor egyelőre nem fogalmazott meg a jövő évre vonatkozóan a városvezetés. Ennek oka, hogy egyelőre nem látható, milyen újabb központi intézkedéseket hoz a kormány a védekezéssel kapcsolatban, ennek megfelelően gazdaságilag is nehezen tervezhető a következő év.